Poštovane gledateljke, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Razumemo se, Ječju Keđmašt. Kako je to već običaj sa kolegom Sabolčem, razmenjujemo stanovišta srpsko-mađarska o svim tim vihorima istorije, istorijskih dešavanja na ovom našem području. Počnemo mi negde sa makropolitikom i dešavanjima, pa se uvek nekako vratimo u našu Kanjižu. Što kažu, svuda pođe, svoju kući dođe. Tisztelt elköszöntöm én is a televízió nézőit. Folytatjuk a műsorunkat az elmúlt előadás, vagy beszélgetésünk során érzékeny téma Trianonról. Beszélgettünk Velibor barátommal. Most valahogy innen folytatjuk. Izgalmas téma számunkra mindenképpen. Tessék! Hvala lepo. Apsolutno interesantna téma. Ispričali smo prethodne emisije dešavanja za vreme Trianona. Gubitka 2/3 teritorije, 2/3 stanovništva, ekonomski gledano, imamo nekoliko primera, mađarska železnica je ostala osakaćena, sistem železnice koji je postao u tadašnjoj kraljevini Mađarskoj je obuhvatalo jedan široki prsten, znači sve pruge vode u Budimpeštu, ali postoji jedan veliki prsten oko koji je povezivao okolne zemlje, ti prstenovi su ostali u drugim državama. Drugi primer je poljoprivredna proizvodnja gde je Mađarska za svoje tržište proizvodila 500% više pšenice nego što ju je trebalo, a nije imala gde da izvozi. A mlinovi su stajali neuposleni jer su mlinovi bili instalirani, odnosno kapaciteti mlinova su bili instalirani za mnogo veću teritoriju nego što je Mađarska posle Trianona postala. Ostala je jedna manja, značajno manja teritorija. Međutim, bitno je napomenuti i sledeće, da nije samo Mađarska doživela veliki ekonomski krah sa gubitkom svojih teritorija. Možda zvuči paradoksalno, ali i države koje su dobile te nove teritorije od Mađarske su doživele isto taj problem jer nisu mogli da uposle stanovništvo. Stanovništvo nije bilo okrenuto prema Beogradu ili možda prema Zagrebu ili možda prema Sarajevu, nego uglavnom je bilo okrenuto prema Budimpešti. Nisu imali gde da rade. Industrijska proizvodnja je značajno pala. Tako da odmah po Trianonu su se pojavile recesije, konkretno recesije se pojavile i u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Tako da negde u celoj toj nekoj priči pomjeranja granica ekonomski gledano i gledano sa stanovišta običnog čoveka, mnogo je više izgubljenih stvari nego što je dobijeno. Dobijeni su neki možda nacionalni interesi u smislu, eto, sad smo postali velika država, kralj Aleksandar je jako težio da ostane u istoriji zapisan kao osoba koja je imao veće kraljevstvo nego Dušan što je imao carstvo. I ta negde to neko razmišljanje ga je možda i navelo da pošto, poto i po svaku cenu stvori Jugoslaviju. Jer nemojmo zaboraviti, mnoge članice, saveznice se nisu slagale sa idejom stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Međutim, evo kolega, iznesi ti situaciju posle Trianona u ovim našim krajevima, jer Kanjiža već pripada Kraljevini. Így van. Nagyon találóan említetted, hogy ugye Magyarország gazdaságilag is óriási hátrányt szenvedett Trianon miatt, de nem volt egyszerű az utódállamoknak, Csehszlovákiának, Romániának, és a szerb-horvát-szlovén királyságnak sem, hiszen csak megnézzük, hogy rögtön az impériumváltás után több vámövezet volt, ez nagyon nehéz, évekig tartott az egységesítése. Akkor, hogy jól tudom, 6 pénz volt a háború befejezésekor, még a német márka is hivatalos fizetőeszköz Króna, volt. Forinta, márka. A forint, nem. Korona, az osztrák-magyar korona, a Macedóniában bolgár leva, hiszen a háború végéig bolgár megszállás alatt volt ugye Macedónia, akkor a montenegrói perper. Perper, tacsna. A szerdi, nem? 6 pénz. Na, épp olvastam, 6 pénz nem volt forgalomban. Ezt kellett egységesíteni. Akkor átvált új dinár jött, ami majd csak a 20-as évek közepén stabilizálódik. Tehát inflálódott, veszítette az értékét ez az új szerb-horvát-szlovén királyság által kiadott dinár. De nagyon jól mondtad ezt is, tehát, hogy a munkaerő, tehát nem találtak munkát az emberek. Tehát elveszített, különösen a határ mentén elveszítették a korábbi
központot, gazdasági központot, mert mondjuk rá, ugye mi most kanizsaiak Szabadka felé orientálódunk, de akkor bizony a Horgos Martonos Kanizsa az inkább Szeged felé orientálódott, de ez számtalan helyen ez megfigyelhető volt, ez a óriási változás. Tehát még az úgynevezett győztes, nyertes hatalmaknak is meg kellett küszködni ezekkel a dolgokkal. De most a 20-as évek közepén, még a nagy gazdasági világválság előtt azért a korábbi osztrák-magyar területek tehát gazdagabbak voltak egyértelműen, történelmi okok miatt. Tehát, hogy szoktam én is a diákjaimnak mondani, hogy a törökök, ahol minél tovább voltak, az annál szegényebb volt, és még mai napig is ez érezhető. Tehát ezeknek történelmi gyökereik, okaik vannak. És hogy például egy adat, épp a nyári szünetben, augusztus környékén olvastam, hogy a 20-as évek közepén a szerb-horvát-szlovén királyság gazdaságának, gazdasági teljesítményének 80%-át a mai Vajdaság, Horvátország és Szlovénia adta. Tehát említetted az iskolázottság tekintet, irgalmatlan különbségek voltak az ország különböző részeik között. Gyáripar, hát Montenegróba, amely szintén... Crnogorja mellett veszte hiledeztel annéka. Így van. Egy gyáruk volt, az is a Dixiti sörgyár. Ennyi. Na, nekünk a kedvence. Hát jó, de a legfontosabb. A legfontosabb, persze. Tehát, na, itt adnám át a szót. Pakasztom is razumem, ono srpskom i mađarskom, apsolutno. Da, teritorija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca je, dakle, prisvojila dobar deo teritorije Ugarske. Tu računamo i Hrvatsku. Računamo i Bosne, koja je bila anektirana od strane Austrije. Teritorije današnje Vojvodine. Odjedan put se dešava ekspanzija jednog naroda u višenacionalnu sredinu. Srbija je bila do 1918. godine skoro pa jednonacionalna država, sa izuzetkom da je bilo nešto malo Nemaca, nešto malo Jevreja, nešto malo nekih drugih naroda. Hát a Balkánborok után már jelentős Albán és Macedónok. Jeste, zato što je prisvojila taj južni deo, odnosno Makedonije ili ajde, što su onda zvali Staru Srbiju, tako su nazivali taj deo, Stara Srbija, od koje baš nešto značajno ni ekonomski, ni u ljudskom resursu nije imala koristi. To možemo da vidimo i po, eto, najprostijem primjeru, po broju odziva vojnika koji su se borili u Prvom svjetskom ratu sa određenih teritorija, koje teritorije su davali najviše vojnika za srpsku vojsku, pa apsolutno najmanje su davali baš te novo prisvojene teritorije. Macedonija i Kosovo. Tako je, zato što jednostavno nije bilo vremena da se te teritorije koje su već... Hoće integralođenak Srbija. Da se integrišu, jer veličina te teritorije je bila skoro kao i Srbija. Iđva. Toliko je bilo veliko. A nekice rezidio to Balkan. Tako je, duplirala se Srbija posle balkanskih ratova. Pa onda sam spomenuo Crnu Goru da je imala 200.000 stanovnika. Srbija je imala, zajedno sa starom Srbijom, 4,1 milijon stanovnika. Jer Srbija jeste prošla kroz čelično kupanje, ono što je Franc Jozef i obećao Srbiji u vreme Prvog svjetskog rata, proći ćete čelično kupanje i prošli. Srbija je prošla kroz čelično kupanje. Vojvodina imala, kad kažemo Vojvodina, ponovo spominjem Banat, Bačka, Baranja, imala 1,3 miliona stanovnika. Baranja, kad kažem Baranja, zašto Baranja? Baranja je bila nastanjena dobrim delom srpskim stanovništvom i drugim nacijama, ne samo Srbima, ali ta teritorija je pripala Kraljevini kao jedinstvena srpska teritorija, odnosno deo tog nekog istorijske srpske Vojvodine, gde je posle Drugog svjetskog rata za Baranju zamenjena za Srem, jer mi smo kao Srbija dobili Srem, a to je uvek bila istorijska hrvatska teritorija. Mislim, sada govorimo činjenice i stvari koje su stvarno take. I verujem da naši gledalci jednostavno volu da čuju stvari onakve kakve jesu. Dakle, bez nekih maštarija, bez nekih izmišljanja. Pa tako da spominjemo da jedna Hrvatska imala 2,7 miliona stanovnika, jedna Bosna 1,8. Slovenaca je bilo milion. Cijela Jugoslavija, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je imala 12 miliona stanovnika. 5 miliona pravoslavaca, 5 miliona katolika,
i ostalih muslimana, jevreja i ostalih veroispovesti, otprilike 2 miliona. Tako da bila je jedna multinacionalna država gde se Srbija našla u tom nekom, jednom totalno novom svetu. Ali i Kanjižani su se našli u nekom novom svetu, zar ne? Igen. Totalno novi svet se pojavio oko njih. Ćirilica je bila dominantna. Iđu. U školama je prevashodno na srpskom jeziku vođena nastava, je li tako? Namo što kreiruju besi ko... Upravo to, ja ti dajem... Konižaru, stavu. Konižaru, rupte maratini konižara. Da. Hát igen, már az előző részben is említettem, hogy itten túlnyomó többsége a lakosságnak, tehát magyar, 95% a magyar nemzetiségű volt, római katolikus vallású, körülbelül 370-400 között volt a szerbek száma, Trianoni, illetve 18-ig az impérium váltásig. Na akkor itt most változás történik, mert az úgynevezett dobrovoljácokat nem csak Kanizsára, hanem a mai Vajdaság számos településére telepítették, betelepítették, tehát... Alice, akkor ich teritoria? A mai, tehát a Velebit környéke, tehát innen a da, Velebit... De honnan valósiak, akik érkezték? Hogy érted? Hát a... Hát Likavu. Hát az a, mondom, Velebit környéke. Ali, to je bila teritorija Ugarske. Így igaz, pontosan. Így van, meg Boszniából is, ugye? Boszniából is. Tehát nem is a szűkebb értelme vett Szerbiából elsősorban, hanem a szerbek laktak. Akkor gledam a monarchiu, to je bilo neka unutrašnja migracija. Így van, pontosan. És na most itt történt, említettem az előző részben is, hogy hát ha összehasonlítjuk a szerbek helyzetét az Osztrák-Magyar Monarchiába, vagy amiben csöppentek a magyarok 18 vagy 20 után, azért sokkal súlyosabb dolgok voltak, tehát mondjuk már a földosztás, földreform tekintetében. Jakobitna téma. És nagyon érdekes, hogy tehát a magyarok teljesen ki voltak zárva a földosztásból, és csak is a szerb nemzetiség, vagy a délszláv mondjuk így, tehát horvátok is, bunyavácok is részesülhettek a földekből, ami többnyire német vagy magyar nagy gazdag földbirtokosoktól sajátított ki az állam. Azt jól emlékszem, 500 hektár vagy holdat tarthatott meg valaki, és azon fölül azt államosították, majd pedig szétosztották a úgynevezett dobrovoljácok között. És volt még, ami mondjuk, ez is durva dolog. Ja, egy érdekesség, most ugrok előre egy jó pár évtizedet, és a második Jugoszlávia megalakulása, 45 az a szocialista Jugoszlávia megalakulása után 18 ezer magyar család kapott földet az új titói kommunista rendszertől. És ez az oka annak, a magyar ember, a vidéki, falusi magyar ember, az a föld, minden a föld. Ezért is szerette meg, és még mai napig nagyon sokan nosztalgiáznak a titói Jugoszlávia iránt, mert földet kaptak. És milyen érdekes, hogy az osztrák-magyar, most megint visszaugrok, az osztrák-magyar monarchia idején, hogy magyar szupremácium és uralom, a Bácskában, de a Bánságban, Bánátban is, a magyarok voltak a legszegényebbek. A földműves zsellérek, ez a napszámosok. Érdekes módon, tehát gazdasági értelemben ez a monarchiában úgymond érvényesülő állami magyar fölény, ez a gazdaságban nem igazán érvényesült, a mezőgazdaságról beszélt, tehát a földművesség. Vannak ilyen statisztikai adatok, most ezzel nem dobálóznék, mert valóban fölösleg, és még Szent Tamás, hogy a lakosság 40%-a volt akkor még Szent Tamásnak magyar, még a monarchia idejé, és a föld területeknek mindössze 20%, most ha tévedtem 1-2%-ot ne vegye senki zokon, fele annyi föld tulajdonnal rendelkeztek. Na most, tehát ha az új délszláv állam nagyvonalúbb lett volna a föld nélküli szegény magyar családokkal kapcsolatban, ők is kaptak volna, később másképp alakultak volna a dolgok. Ali, moraš razumeti mehanizme nove države koje pokušava u svakom segmentu, u svakoj mogućnosti da uhvati upravljač. Bilo to da je poljoprivreda, bilo da je to šumarstvo, ribarstvo, bilo šta da je u pitanju, teži da svoje, ajde kažem da država svoje neke mehanizme uspostavi da bi ona imala apsolutnu kontrolu.
Što se tiče reforme u poljoprivredi i uopšte u toj podeli zemlje, delom se slažem da je stanovništvo koje su bili dobrovoljci, da su dobili 9 jutara zemlje, dobili su kuću i plac za muško dete i tako dalje. Ali ako gledamo na teritoriji Vojvodine sa njenom kompletnom obradivom površinom, pitanje je to 2-3%, svega 5%. Znači, nije to baš tako velika, baš toliko velika ovaj podela. Kasnije, posle drugog svetskog rata, bi to bilo mnogo izraženije. Posle prvog svetskog rata nije bilo toliko, ali jeste na teritoriji današnje opštine Kanjiža nastaju naselje Velebit, koje je osnovano od strane porodica koji su došli na ovu teritoriju i naravno srpsko stanovništvo koje dolazi i u Kanjižu iz okolnih krajeva, konkretno ljudi koji su došli u Vojvodinu, ali su posle nekim unutrašnjim migracijama, negde tražeći, negde bliže svoje neke rođake ili tako dalje, promenili svoje stanište, recimo iz Bačke Topole u Kanjižu ili iz Kanjiže u Sentu ili iz Sente u Sombor. Znači, dešavale su se i te unutrašnje migracije koje negde prestaju krajem 20. godina i početkom 30. godina stvara se jedan sloj stanovništva koji se bavi konkretno za Kanjižu značajno poljoprivredom. Međutim, kada je došla nova struktura i nova vlast, a to ti jako dobro znaš, dešavale su se i druge tektonske promene. A to je, recimo, Mađari u to vreme, u početku, nisu imali pravo na svoje ime. Igen, a keresztnéve kapcsolatban, tehát, hogy hivatalosan, mondjuk rá Jánosból lett Jován, erre gondolsz, ugye Mihályból, Mihályló, és így tovább. Ez is mondjuk érzékenyen érintette az itteni magyar lakosságot, de még két mondat erejéig visszatérnék a gazdasági diszkriminációra, kimondhatom ezt a szót nyugodtan. Ez a, hogy például itt a határmenti övezetben, itt Horgos, Kanizsa, Szabadka környékén, ez is megdöbbentő, hogy magyar nemzetiségű ember nem vásárolhatott ingatlant, tehát földterületet például. Tehát ez törvényileg, vagy rendeletileg, most meg nem mondom mi, tiltva volt, hogy ezzel is a határmenti övezetben, azt hiszem ez ilyen 50 kilométeres övezet, hogy a délszláv jelleget erősítsék, hogy nehogy a magyarság itten gazdasági fölénybe kerüljön, már korábban se volt kimondottan abban. Ez is még egy érdekesség. És ami még nagyon súlyosan érintette az itteni magyarságot, az az oktatás. Obrazovanie. To je jako bolna téma. Az nagyon-nagyon, mert ezért nagyon érdekes, hogy az Eszász Királyság aláírta a trianoni békeszerződéssel, vagy azután egy külön szerződésben, most pontosan ezt nem mondom még, de nem is lényeges, hogy a kisebbségeknek a jogait biztosítja. Ezt aláíratták a románokkal is, alig akarták ők aláírni végül is. Csehszlovákia még a legkorrektabb módon tartotta be a három utódállam közül, ami vonatkozott az oktatásra is. Na most itt egy érdekesség, hogy ez csak a 18-ban az Eszász Királysághoz került kisebbségekre vonatkozott. Tehát akik a Balkán háborúk idején macedónok, törökök, tudod, délen, és az albánokra nem vonatkozott. Tehát magyarán nem igazán köztudott Szerbiában se, nem létezett albán nyelvű iskola Koszovóban. Nem létezett macedón iskola. Mert azért valljuk be őszinte, ott voltam katona Szkopjében, hát a szerb és a macedón között azért van különbség. Meg lehet érteni, de nem egy nyelv. Tehát a macedón gyerekek szerb iskolába kell, a törökök is, albánok is. Na most itt a német, magyar és a többi szlovák-román kisebbségről van szó. Itt is voltak különbségek, tehát a németeknek többet megengedett az új délszláv. Já, akkor jól van, Némcsi Králi Alexander. Most nagyon durván fogalmazom, de igazam van szerintem. Tehát voltak a első rangú állampolgárok, szerbek, horvátok, szlovén, akkor másodrangú németek, egyéb szlávok, tehát szlovákok, ruszinok, akkor utána voltak a magyarok, a harmad rendűek, akik veszélyforrást jelentettek az új délszláv, és voltak a negyed rendűek, akiknek még iskolájuk, de egyáltalán, tehát nulla iskolájuk volt az albánoknak, jó nem azért vagyok itt, hogy
az ő ügyvédjük legyek, de ez tény és való, ezek tények. Most a magyar nyelvű oktatás, hát megboldogult nagyanyám, már idős volt, és kisgyerekként mondtam, milyen iskolába járt. Hát az első 4 osztályt magyarul fejezte, és utána más iskola rendszer volt, most nem menjünk a részletekbe, szerb nyelven egyezett. Azt hiszem a hittan meg a magyar nyelv volt magyarul, még jó, hogy az igen. És tudom, a mama nem tudott rendesen szerb, tudta, hogy dobárdá, meg így, de nem van. Mondom, hogy fejezted be azt az iskolát? Ha jött a tanárnő, vagy a tanár, lediktálta, ők bemagolták, visszadtak és kaptak rá jegyet. Tehát borzasztó volt ez a furcsa iskoláztatás. Tehát mondjuk így az első 4 osztály fölött már nem igazán érvényesült ez az anyanyelvű oktatás, gimnáziumokban végképp nem. Persze ez változott, mondjuk rá még rosszabb lett az oktatás a diktatúra, király diktatúra bevezetése után. Kérdezted Weiss-Devet. Így van, pontosan. Tehát ilyen téren, főleg a magyar párt, említettem az előző adásból, létezett egy ilyen párt, elég szűk keretek között, korlátok között működhetett ez a párt. Ugye a diktatúra idején persze a többi párttal együtt ezt be is tiltották. Ez volt az egyik legfontosabb program célja, hogy teljes egészében érvényesüljön legalább ma így neveznénk általános iskolába a magyar nyelvű oktatás. Úgyhogy ez volt a legfájó pontjai a magyar közösségnek, amely egy új államba találta magát. Próbáltak alkalmazkodni, bealakulni. Nagyon sokan különben innen Kanizsáról is Belgrádba találtak munkát. Ilyen alkalmi munkát. Rengeteg, több száz kanizsai ember ment házvezetőnőnek, szakácsnőnek, szobalánynak, mondjuk a Kuvári, akkor májsztori. Az építme Belgrád akkor irgalmatlan fejlődésnek indult 18 után. Ha mennyi, 30 ezer lakosos volt Belgrádnak a világháború. Samgrád sa okolinom mi negde, do pravoszlavskog grad ima negde 67. Meg annyi, tehát említetted, Szabadka volt a legnagyobb város. Szobotica sa 101.000 stanovnika bila najveći grad. Így van, az egész SS királyságban. I prva betonski put u Kraljevini bila između Beograda i Subotice. Na, ezt nem is tudtam, mindig tanulok tőled valamit. I dan danas ostatke tog puta možeš da vidiš, kad iš recimo Feketić. A ako vidiš one betonske ovako trouglove pored puta, aha, onda treba da znaš da je to deo odbrambene linije iz ratnog plana P-41, te je stvorena kao jedna odbrambena linija prema Mađarskoj pred Drugi svjetski rat. Bunkeri u Kanjiži su izgrađeni za vreme kraljevine. Ige, me kiš pijac najviš vannak. Tako je, svi ovi bunkeri koji se nalazi u Banatu preko i ovdje kod nas, to je za vreme kraljevine. To je kao postoje neki pojas, kao odbrambeni pojas prema Mađarskoj. Ali to ćemo u nekoj drugoj emisiji, čini mi se da će to biti baš onako zanimljivo. Ujutu moj da mašli krilakavu, oj da sep tema les. Ajoj, ja mislim da imaćemo o čemu da razgovaramo. Nego, hajde ja ću da se vratim na malo na problem obrazovanja. Spomenuo si albanske škole, makedonske škole. Nemoj zaboraviti da je 1912. godine da je tamo postojala Otomanska imperija. I Otomanska imperija nije priznavala Albance kao neki autohtroni narod. Albanci su se puno godina borili da stvore 4 samostalna vilajeta. To je vilajet Tirane, vilajet Skadra, vilajet još 2 mjesta, no sve jedno. Makedonci takođe isto su bili pod uticajem Osmanlija, ali i Bugara, ali i Srba. Tamo su i Grka. Tako da se oni taj svoj identitet i nisu mogli da ispolje u to vreme, nažalost. Posle oslobađanja njima je bilo sve bolje nego da budu po Turcima. Tako da oni su sa nacionalnim usićenjem doživeli to i završetak i tog prvog i tog drugog Balkanskog rata. Zato i nije ni postojalo obrazovanje na drugim jezicima, osim na srpskom u staroj Jugoslaviji, odnosno u staroj Srbiji. Što se tiče Crne Gore, naravno da Crnogorci su zajedno sa Srbima primili obrazovanje i knjige i sve te stvari
koji su nam stizale tada iz Austro-Ugarske. I nemojmo nikad zaboraviti da je Matica Srpska osnovana nije na drugo mesto, nego baš u Budimpešti. Pešte, nije. Huson. 1840, ako se ne varam. Ne, Huson, Balajn, Baharom. Ili 20 neke. Išto tamo tete i kacu. A da ne zaboravim, prva srpska gramatika na teritoriji Ugarske je napisana 1795. godine. Ovo? U Budimpešti. U Budimpešti, u Pešti, aha. E, imam tačno podatak, sad nisam zapamtio, ali mogu da potvrdim, znači imam apsolutno pisane podatke. 1795. godine je prva gramatika srpskog jezika, tada pokušana da se napravi, jer to je bila ideja da se na neki način i oslabi i Otomanska imperija, stvaranje nacionalnog zanosa kod Srba i stvaranje posebnog jednog naroda u okviru jedne imperije, koja je još uvek jako slabija, bila jedan značajan faktor u Evropi. Térjük vissza, mert nézőket megzavarjuk, mert visszamegyünk még 1795-ben. Abszolút, de most a véleményedre... Baš u vezi sa obrazovanjem. Znači, dešava se u Kanjiži, konkretno dolaze učitelji iz Srbije, dolaze sudije iz Srbije, komandanti ili komandir iz policijske stanice, kasarne, gradonačelnik. Ki ne veszi jutalomból, aki a háború idején 17-18-ig valami hadi érdemet tudott magának mondani, akkor kinevezték jutalomból mondjuk fél évre Kanizsára, itt megszedte magát. Ne felejtsük el, hogy itt a korrupciós nagyon erős, abszolútna. Új, Fidi. Borzasztó. Rát, uvek donoszi sa szobami korrupció. Így van, minden. Azt hiszem, csak Románia volt rosszabb helyzetben ilyen tekintetben. Úgyhogy a polgármesterek cserélődtek, fogalmuk se volt, hogy hova kerültek, jól éltek, szépen összeszedték magukat. Hogy az egyik barátom szokta mondani, hogy a burek nélkül kitették volna az ötödik kerületbe, ilyen halt volna szegényként, most se tudta, hogy hol van. De nem jó volt. Tehát gazdaságilag ez a háború is megtette a maga hatását, meg ez az impériumváltás is. És, ali ne mojmo i zaboraviti još jednu stvar. No? Srpska vojska je proterana 1915. sa svoje teritorije. Így van. 2,5 godine su teritoriju Srbije vršljali Bugari, Arnauti, Nemci, Austrijanci, Mađari, kogodi kako hteo. Postojali su bune, jel tako? Sada ne ulazim u te detalje. U svakom slučaju došli su nazad, posle tog Sremskog fronta, i zatekli su oni i razrušene kuće, i glad, i žeđ, i opljačkane imovine. I negde, sad mi pokušamo da razumemo te ljude tog vremena, oni su gledali onda negde da nešto svoje nadoknade. Hogy kompenzálo. Neka vrsta kompenzata. Ne opravdavamo, nije stvar u opravdavanju, ali je stvar u razumevanju. Nažalost, to je sve sa sobom nosi rat. A mašik, a gazdasági egyenlőtlenséget úgy is próbálta az új államhatalom rendezni, kiegyenlíteni, hogy itten sokkal nagyobb adókat szedtek be az emberektől, mint mondjuk rá Macedónia, Koszovó, Szerbia, vagy Bosznia egyes részeiről. Érdekes, hogy már rég az osztrák-magyar monarchia megszűnt, de az osztrák-magyar monarchia vám és adórendszerét megtartották még, nem tudom, 10 évig. Miért? Mert ott sokkal nagyobb volt az adó. Uh-huh. És épp egy szerb fantasztikus történész, ilyen autonómás írta, hogy 9-szerese volt a beszedett adó itt a Bácskába, a Bánságba, a Baranyába, mint Dél-Szerbiába. Tehát 9-szer annyit szedett. Abszolút nem razumnivo. Tamo nisi imao ništa. Jer oni su ljudi došli koji su zatekli ništa. I onda je nekako, i sam si spomenuo neki razvoj Beograda i razvoj cele države. Znači, dolaze na teritoriju koja nije bila poharana ratom. Ovde nije prošla nijedna druga čizma. Nije bilo razrušenih gradova, nije bilo razmeštenog stanovništva. Tako da dolaze u jednu totalno drugu sredinu. Moja preporuka je da gledalci pročitaju knjigu o Milutinu. To je jedna jako dobra knjiga gde on sam opisuje kako je prošao Prvi svetski rat. Gde on sam, kada srpska vojska 1915. prelazi Savu, jel, u nekoj kontraofanzivi, jeste, i jednostavno kaže, prosto mi je bilo, u toj knjizi piše ta, kaže, prosto mi je sramota mojih poderanih opanaka i poderanih čarapa,
ljudi gledaju oko mene, svi lepo obučeni, svi lepo sređeni, a mene, kaže, sramota, a ja sam došao kao oslobodilac. Da ih oslobodimo čega? Ja, zato kažem, jako zanimljiva knjiga za čitanje, knjiga o Milutinu. Mnogi ljudi, to su bili obični ljudi, to je bio seoski svet. Ali ljudi koji su dolazili u upravu, to je bila jedna posebna kasta u narodu. I oni su jednostavno zauzeli te mehanizme upravljanja državom. Pa između ostalog imali smo problema i u tome nesporazumevanju, nerazumevanju, gde smo sva sreća, pa je bilo i Srba u Kanjiži i onda i pre, pa su oni tu učinili negde amortizer. Pa je negde postojalo koliko toliko funkcionisanje sistema. I posle sve to nekako staje na neke, ja da kažem, zelene grane 30. godina, kad Kanjiža drugi put u svojoj istoriji, istina da kraće, ali ponovo doživljava jedan procvat. Ali, ajmo da se mi vratimo na period posle Trianona. Még akartam kérdezni, te hogyan látod ezt? Most hagyjuk egy kicsit a mi kanizsánkat, majd visszatérhetünk, ha még lesz időnk rá, hanem ez az új állam, hogy ennek az alapjai, hogy ez a, főleg a horvát-szerb ellentét, hogy ennek mi a gyökere, mi a forrása, mert 18-ban még úgy tűnt, hogy nagy az egység, öröm, meg létrejött a délszláv egység, de utána már ugye különböző pártok, nemzeti pártok alakul, egyedül a jugoszláv kommunista párt volt egyedül, ami nem nemzeti alapon szerveződött, az összes, a jugoszláv muzulmán szervezet, a magyar párt, a horvát parasztpárt, a szlovén néppárt, mindez mind nemzeti alapon szerveződött, a radikális párt ugye elsősorban a szerbeké volt. De ezt hogyan látod, hogy mi lett itt elrontva, vagy mi volt a probléma ezzel, hogy 18-ban úgy tűnt legalábbis, hogy minden oké, és 25-ben már... Nešto neštima, i to jako veliko. 34-ben már uhuhu. Ali hajmo da krenemo jednim malim početkom. Ja ću samo taksativno da navodim, da ne bi ulazio u detalje. Igen, kicsit bővebben fejtsd. Tako je, jer ima jako puno stvari na kojima loše, to su loši temelji jedne države. Prvi loši temelj je drugi Balkanski rat, koji se desio sa Bugarima zbog podele Makedonije, gde je Srbija htela da dobije i izlaz na more preko Albanije. Međutim, Austro-Ugarska je onda stala na stranu da nastane albanska država 1912. godine. Samim tim Crnogorci su morali da su povuku iz skadra koji su bili osvojili i Srbi nisu dobili izlaz na more. I kao kompenzaciju zaratili su sa Bugarima 1913. drugi Balkanski rat. Što se posle sveti nama, jer su nas Bugari 1915. tako reći sa leđa i napali i doveli posle do povlačenja preko Albanije i tako dalje. To je već na početku nisu bili dobri odnosi sa komšilukom. Takozvana skupština, odnosno skupština koja je izglasala prisajedinjenje Vojvodine sa Srbijom, nije u potpunosti, bar neki istoričari smatraju, nije bila skroz legitimna. Ajde ja to na. Ako gledamo nacionalni sastav, bila je izuzetno disproporcionalna, znači broj i sastav ljudi koji su trebali da predstave različite narode koji su tada živjeli u Vojvodini, nije bilo odslikano i u broju narodnih predstavnika u toj skupštini. Za novembar 18. 757 képviselő volt, abból egy magyar. Tako je bio jedan mađar, desetak Nemaca. Hat Nemet. Šest Nemaca i tako dalje. Bunjevaca bol. Bilo je dosta Bunjevaca, bilo je dosta Hrvata, Srba, ali ovih ostalih nije baš bilo u tom procentu koji bi trebalo da bude u odnosu na broj stanovnika. U Hrvatskoj, Hrvatska stranka je stala odmah po strani i nije htjela da glasa za novi vidovdanski ustav 1921. godine, zato što po Krfskoj deklaraciji, kada su bili dogovarali kakav će biti oblik državnog uređenja, tada je bilo pričano o tome da Hrvati su se zalagali za federativni pristup uređenja države, dok je srpska strana više gurala monarhističko-parlamentarnu vrstu države, koju je ona kasnije izborila. Međutim, prilikom glasanja za vidovdanski ustav, Hrvati su bili neutralni, neki broj je glasao za, ali je ustav usvojen prostom većinom, a ne apsolutnom većinom, jer tako je bilo pisalo u Krfskoj deklaraciji da 2/3 poslanika mora da glasaju da bi se ustav
prihvatio, a Ustav je prihvaćen samo prostom većinom. Tako da i tu je neki dogovor s kojim je na početku ušla se u tu celu priču i stvaranje neke južnoslovenske države, već temelji nisu bili dobri. Da ne pričam o borbama sa Kačacima na Kosovu i Metohiji, gde nisu želeli da se prisajedine sa teritorijem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, da pričamo o tome, o svrgavanju kralja Nikole, kralja Crne Gore, koji je otišao u izgnanstvo. I su bili bjelaši i zelenaši. Belaši su bili za monarhističku i bez ikakvu upitnu ujedinjenje sa Srbijom, dok su zelenaši tražili da bude isto federativnog tipa. I crno-bjeloni su još od Berlinskog kongresa nosili kralja i kraljevino. Crna Gora je bila kraljevina. Zašto bi ona dala nešto što je imala za nešto što možda neće ni imati, a i najvjerojatnije ne. I tako dalje, i tako dalje. Posle Kamen spoticanja pravi i stvaranje Riječke Slobodne Republike, jel tako, koja ubrzo posle dolazi pod vlast Italijana nakon onog čuvenog marša Mussolinija na Rim 1922. godine i tako dalje, sada da ne ulazim u detalje. Puno problema se odvijalo, puno je bilo angažovanja vojske na teritoriji Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, da ne pričamo o hajducima koji su postojali na teritorijama, pa imamo i film koji je pravljen još za vreme Jugoslavije, govori konkretno o, sad pokušat ću da se setim imena tog filma, se budem setio, onda ću ti reći, koji govori o pobunama protiv žandarmerije. Ne miš besilo o somsedok i ovo risiva rosvisonjba u to. Apsolutno. Evo sa Bukarima, sa Rumunima smo bili dobri. Kiber? Sa Rumunima. Eleinte még velük se bánát mi, de 22 után már... Meg a görögökkel volt rendben, az összes többi szomszéddal probléma volt. Albánia, Magyarország, Ausztria, és Olasz. De budemo iskreni. No. Grčka nije podržavala povlačenje srpske vojske na njenu teritoriju. Nisu želeli da se mešaju u rat. A végül is beléptek a háborúba. Az Antant oldalá. Ja, most megint visszaugrottunk a nézőkedvét. Viszont upadnem u prvi svetski rat. Uglavnom, Grčka je zauzimala neku drugu stranu i samo zahvaljujući Britancima nije prošla kroz toplog zeca koji bi je sledovao nakon onog što se desilo prilikom, hajde kažemo, obuzdavanja Turske, ali hajde sad da ne ulazimo u to. Grčka se tada provukla, mogla je mnogo gore da prođe nego što je prošla. Njena pozicija za vreme Prvog svetskog rata nije najčistija i najjasnija, ali nećemo sad o tome. Vratimo se nazad na ovdje, dakle, Jugoslavija. Švilega Serb-Horvat visonjda. Tako je. Odnosi su bili loši. Znači, Stjepan Radić je od početka zastupao ono što je potpisano u Karlovskoj deklaraciji, a to je da se federativan tip države nastaje. Srpska strana je, naravno, insistirala na monarhističkom tipu države koji se posle menja u smislu kada nastanu banovine, tu je negde došlo do nekog izjednačavanja koliko toliko prava stanovništva, ali narednih 11 godina od 1918. pa do 1929. do diktature, jer jednostavno država nije mogla da drugačije funkcioniše, tada se desilo, jel da, ubistvo Puniše Račića, ubistvo braće Radića i tako dalje, tako je zbog tih otvorenih neslaganja između. Uglavnom, samo seme, sam temelj kraljevine, nažalost, nije bio posađen na plodno tle. Negde nepoznavanje nekih realnosti, gledajući sa ovog aspekta, možda to tada nije tako izgledalo, ali gledajući sa današnjeg aspekta, bilo je to dosta grešaka. I dan danas se postavlja pitanje, da li je bila greška ili nije bila greška stvaranje Jugoslavije. Igen, soktam követni a szerb történészek, sőt, politikusok is ezen soktak vitázni, hogy jó volt-e az az első Jugoszlávia megalapítása? Hát a király mindenképpen ezen kardoskodott, és eleinte még a nagyhatalmak is úgy óckodtak ettől, hogy nem biztos, hogy ez jó dolog lesz. Sőt, még az oroszok is mondták, hogy katolikus szlávokkal, délszlávokkal nem jó, ha pravoszláv szerb. Ők vallási síkra vitték át ennek a kritikáját ennek a délszláv államnak. A végül is már látszott a II. Világháború. Ali opet da je ostalo samostalne države, nemojmo zaboraviti.
da nije postojala ta kraljevina Jugoslavija, ona se ne bi izborila za Dalmaciju, slobodnu Dalmaciju. Dalmacija Azul, Asok, Mekseresteku. Odmah bi je Slovenija. Pitanje je za to stanovništvo u Makedoniji i na Kosovu, kako bi oni prošli. Slovenija, jer ona je bila kak Sudmark, su je zvali Nemci. Oni su Sloveniju uvijek smatrali za nemačkom pokrajinom. Tako da, ko zna kako bi oni prošli u toj celoj priči. Tako da, jako je teško tu odlučiti se. Šta je zapravo bilo pravilno? To su bila turobna vremena, teška vremena. Nisu to bila vremena tako jednostavna kao danas. Könnyű ilyenkor most. Jeste. 2023-ból megnézni, hát Alekszandar Karagyorgyevics király ezt elszúrta. Ili nisu trebali Mađari da potpišu Trianon. Trebali su kažu, ne, pa to nas ne interesuje. Nem nije baš tako. Pa nije baš tako. Nemec servis. Zato je zanimljivo da mi ovako razmenjujemo teme. I to je nešto što je onako jako bitno za naše gledaoce da znaju da mi koji živimo ovdje na teritoriji Kanjiže, Bačke, Vojvodine, Srednje Evrope, uopšte Evrope, kada zauzmemo to kako hoćemo, imamo zajedničku istoriju. I ona nije baš tako jednostavna da se može hiruški precizno podeliti i kaže, e, ovo pripada tebi, a ovaj deo pripada meni. Tako da... És nem biztos, hogy az igazság az abszolút igazság. Apsolutno. Međutim, pošto smo otvorili temu o Jugoslaviji, kraljevini, odnosno Srba, Hrvata i Slovenaca, a posle, kad je nastala diktatura i stvaranje Jugoslavije, mislim da će biti tu još mnogo, mnogo interesantnih tema za ovo naše podneblje ovde u Kanjiži i okolini, kada ćemo pričati malo i o procvatu koji se eto desio. Možda malo kasno, ali nikad kasno za nas. I uživamo u njihovim plodovima dan danas. A idemo, jo. Fojtatjuk majd. Bilo mi je zadovoljstvo, kolega. Vidimo se i sljedećeg puta. Köszönöm én is. Kedves nézőink, viszont látásra, nem sokára ismét jövünk. Dragi gledalci, ostanite dalje uz nas. Ovo je bila emisija Razumemo se i Ječim keđmašta. Ostanite uz Infoteleviziju.